ötletes székeket készítettek hátrányos helyzetű gyerekek számára a lelkes fiatalok szeptember 5-én a Vásártéren, a mozgáskorlátozottak egymást segítők egyesületének székhelyén. Az ülőalkalmatosságokat a gyermekvédelmi központból, valamint a Bagyasi Diákotthonból kölcsönözték az önkéntesek, akik miután kidekorálták és felújították azokat, visszajuttatják az intézmények lakói számára. A megmozdulás a Sakkozzuk ki akciócsoport második programja volt. Ez a Sakkozzuk ki akciócsoport második rendezvénye. A mai napon székfelújításokat terveztünk és valósítunk meg. A helyi Bagyasi Diákotthonból és a Gyivűből kaptunk székeket, amiket felújítva fogunk visszaszolgáltatni a gyerekek számára. A székeket dekupás technikával újítjuk fel és szépítjük meg. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek, akik ezeket használják, akkor jobb kedvűek legyenek, ha meglátják ezeket a székeket, esetleg válasszanak közülük kedvencet. Mindegyiknek más a tematikája, más-más motívummal díszítettük föl és színesítettük. Az akciócsoportunk fő célja minden egyes rendezvényével az, hogy felhívjuk az önkéntes munkára a figyelmet és a civil összefogásnak a fontosságára a mai világban. A mai rendezvénynek is ez az egyik fő célja, hogy megmutassuk, hogy szabadidőnkben, önkéntes munkában, civilként mennyi mindent lehet tenni a városért és a helyi közösségekért. A Sakkozzuk ki akciócsoportnak vannak még tervei, tehát mindenképpen folytatjuk ezt a tevékenységet. Széleskörű összefogás övezte a programot, nem csak a városlakók, de a civil szervezetek részéről is, akik helyet és eszközöket biztosítottak a csapatnak. Elég sok civil szervezet fogott ma össze, például a Mozgáskorlátozottak Egymás Segítők Egyesülete, a Palóc Hálózati Szövetség, de például a CSEÖK-nek nevezett Nógrád megyei Családi Esélyteremtési és Önkéntes Ház is, annak érdekében, hogy támogassuk a Sakkozzuk ki akciócsoportnak a legújabb kezdeményezését, melynek keretében dekopás technikával székeket díszítünk föl, újítunk föl. Az önkéntesség elterjesztésében még mindig van rengeteg feladatunk, hiszen az európai országokhoz, a fejlettebb országokhoz képest még viszonylag kevés hagyománnyal rendelkezünk. Gyakorlatilag a MESE 2009 óta, a Palóc Hálózati Szövetség 2011 óta fogadhat közérdekű önkénteseket, amely tevékenység egyébként sok minden másra is alkalmas, és most már az iskolásoknak is tudunk ezzel szolgálni, hogy a közösségi szolgálatot nálunk is lehet teljesíteni. Minden, amikor civilek fognak össze, például mint most egy 5 gyerekes családanya is jött és segíti a munkánkat, illetve ő is alkotó készségét, képességét fejezi ki és mutatja be, ez szerintem nagyon fontos. És előre viszi az összefogást, előre viszi a városunk szebbététét. Próbáltam a színeket így összeállítani, hogy passzoljanak egymáshoz, így a piros, a kék, a fekete, így az angol zászló van rajta, meg ami ehhez kapcsolódó ilyen pin-up lányok. Így összepróbáltam ezeket így passzítani. Remélem, hogy jó lesz a végeredmény, még itt a hátát kell befejeznem. Több tucat salgótarjáni fiatal fogott ecsetet és ollót, hogy saját elképzeléseik alapján elkészíthessenek egy-egy ötletes széket. Nagyon jó ötletnek tartom, hiszen kis erőfeszítéssel sok örömet tudunk okozni azoknak a gyerekeknek, akik ezeket a székeket akarják majd megkapni. Ismertem az itt dolgozókat, akik a Sakkozzuk ki programnak a résztvevői voltak, és úgy gondoltam, hogy én is szeretnék bekapcsolódni ebben a munkába. Remélem, hogy több fiatalnak is felkeltik majd az érdeklődését, és többen fognak csatlakozni hozzá. Ezzel a pici székkel az óvodásokra is gondolom. Az önkéntesek között akadt olyan is, aki Budapestről látogatott haza szülővárosába, hogy csatlakozhasson a Salgótarjáni jótékonysági programhoz. Budapesten élek már évek óta, de ugye Salgótarjáni születésű vagyok, itt nőttem fel, vannak még itt barátaim, és tőlük hallottam erről a kezdeményezésről, erről a programról, ami nagyon megtetszett, és nagyon örülök neki, hogy Salgótarjánban ilyen társadalmi megmozdulásokat szerveznek. Kedvem is volt ehhez a székdekoráláshoz, és nagyon tetszik a cél, amiért itt együtt dolgoznak az emberek, úgyhogy mindenképpen úgy intéztem a szabadidőmet, hogy itt lehessek, és nagyon élvezem, remélem még lesz pár ilyen alkalom, amin így részt vehetek. Mindig, mikor hazajövök Salgótarjánba, akkor örömmel látom, hogy szépül a város, és hogy vannak olyan kezdeményezések, amik ezért dolgoznak, hogy kicsit szépítsük a környezetet, és hogy a fiatalokat, illetve felnőtteket is bevonnak ilyen kezdeményezésekbe, úgyhogy én mindenképpen nagyon örülök neki. Szeretnék jót cselekedni, szeretném, hogyha örülnének a székeknek.
Valamennyi résztvevőt más-más motivált. A felnőttektől a legfiatalabbakig szinte minden korosztály képviseltette magát a programon. A lábait csinálom, és össze-vissza színeket használok. Ezt majd én meg én csináltuk, de Ani is segít néha benne, és itt tartunk már. Mai rendezvényünkön körülbelül 30 fő vesz részt, 2-től 60 éves korig képviseltetik magukat a korosztályok. Több ember is jöhetett volna, de sajnos esik az eső. A második része a mai napi programnak az az ösvényépítés, amit a vásártéri lakosok kértek tőlünk. A sakkozó melletti kis ösvényt kavicsozzuk le, különböző salgótarjáni intézmények segítségével. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata, valamint a foglalkoztatási non-profit Kft. Az alapanyagot biztosította. Lelkes önkéntesek a kivitelezésben segítettek, Blaskóné Janka tervezési munkája alapján. A vásártéri lokálpatrióta örömmel kapcsolódott az akciócsoport második megmozdulásához. Én már régóta foglalkoztam ezzel a gondolattal, hogy ezt a kitaposott ösvényt valami konszolidált állapotba lehetne hozni, és elő is álltam ezzel a javaslattal. És hát hál' Istennek ez most megvalósult, mert én ilyen amatőr kertépítő vagyok, és én nagyon-nagyon szeretem a környezetet szépíteni, és örülök, hogy ilyen lelkes csapatra találtam, hogy én is tudok hozzájuk csatlakozni, és a régi álmomat meg tudtam valósítani, hogy ez a tér nyerje vissza a régi szépségét. Én építőiparban dolgoztam, és nagyon salgótarján nagyon sok épületének a létrehozásába aktívan részt vettem, és nekem ez mindig szívügyem, hogy a környezetem és az akóhelyem az mindig szép legyen. Az ösvény, hát legelőször is ugye fölmértem, mert ugye meg kellett nézni, hogy milyenek itt a terepviszonyok, milyen anyagok kellenek hozzá, és akkor tartottunk egy közös megbeszélést, amire én lehoztam a kész rajzot, és megbeszéltük, hogy a lehető legolcsóbban és a lehető legjobban beleillő, környezetbe illő anyagokat válasszunk, és így született meg ez a kis ösvény. Én nagyon jónak tartom ezt, mert én mondjuk mindig is azon voltam, hogy az ember tegye meg a dolgát, és még egy icipicivel többet, mert csak akkor halad előre a világ, és ne menjünk el a környezetünk mellett úgy, hogy nem veszük észre, hogy mi az, amit még szebbé lehetne tenni. A nap végére az ösvény és több tucat szék is elkészült. A programot befogadó egyesület a csapatot megvendégelte, de volt olyan vásártéri lakó is, aki több mint 50 palacsintát sütött az alkalomra. A Sakkozzuki akciócsoport helyből jeles elnevezésű programját a Jótékonyság világnapjára időzítette, kapcsolódva a megyei Csehő családi napjához. Az ENSZ közgyűlése még 2012. december 17-én nyilvánította magyar kezdeményezésre szeptember 5-ét a Jótékonyság napjává.